Az egész világnak fontos, hogy véget érjen a szomszédban zajló háború, ezt mondta Orbán Viktor a törökországi diplomáciai fórumon. Nukleáris háború veszélyében járhat, ha a nyugat katonákat küld Ukrajnába, Magyarország elhatárolódott, több nyugati ország azonban nem. Szigorú pszichológiai vizsgálathoz kötik a gyermekotthonok vezetőinek kinevezését, a rendelet már hatályba is lépett. És egy éven belül másodszor emelkedett az egészségügyi szakdolgozók alapbére, ezúttal átlagosan 20%-kal. Ez a híradó 7:30-tól, az M1-en, Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Az egész világnak, de Magyarországnak különösen fontos, hogy véget érjen a szomszédban zajló háború, ezt mondta Orbán Viktor a törökországi Antáliában tartott diplomáciai fórumon. A miniszterelnök kiemelte, az egyik legnagyobb probléma, hogy az Európai Unió sajátjaként tekint az oroszok és az ukránok közötti konfliktusra. A kormányfő arról is beszélt, ha Donald Trump újra amerikai elnök lenne, véget érne az orosz-ukrán háború. Rumen Radev bolgár köztársasági elnökkel tárgyalt Törökországban Orbán Viktor pénteken. Az antaliai megbeszélésen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügy, valamint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is. A felek kifejezték aggodalmukat az ukrán-orosz háború lehetséges kiterjedése miatt, ami helyett tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaztak, és áttekintették a magyar-bolgár gazdasági kapcsolatokat is. Az antaliai diplomáciai fórumon Recep Tayyip Erdogan elnök meghívására vesznek részt politikai és gazdasági vezetők. A török elnök nyitó beszédében megköszönte minden országnak a legutóbbi földrengés után nyújtott segítséget, majd azt mondta, reméli, hogy a fórum segít előre mozdítani a békés a keresését a háborúban álló országok számára. A fórumon Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke is felszólalt. A kormányfő az orosz-ukrán háború kapcsán először arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak orosz és ukrán életekről van szó. Ukrajnában nagyszámú magyar kisebbség él, akiket éppen most soroznak be a hadseregbe és vesztik életüket a háborúban. Hangsúlyozta a miniszterelnök és leszögezte, a béke azt is jelenti, hogy magyar életeket kell megmenteni. Bár a fórum moderátora más témára terelte volna a beszélgetést, a magyar miniszterelnök jelezte, számára a háború a legfontosabb kérdés. Ha lehet, beszéljenek inkább erről. Orbán Viktor ezután úgy fogalmazott, az Európai Unió egyik legnagyobb problémájának azt tartja, hogy sajátjaként tekint az oroszok és az ukránok közötti konfliktusra, és eközben nem tesz fel alapvető kérdéseket. Először is azt kell eldöntenünk, hogy az idő kinek az oldalán áll. Ez a legfontosabb kérdés. Ha azt gondolod, hogy az idő az ukránok vagy a nyugat oldalán áll, akkor észszerű lehet a háború folytatása. De ha azt gondolod, hogy az idő inkább az oroszok oldalán áll, akkor inkább most azonnal véget kell ennek vetni, mert később csak rosszabb pozícióban leszünk. Én azok közé tartozok, akik szerint az idő az oroszok oldalán áll, mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök azt is kifejtette, hogy miért lenne fontos a világ számára, hogy Donald Trump legyen ismét Amerika elnöke. Ha akkor, amikor kitört az orosz-ukrán háború, Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, ma nem lenne háború, jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök úgy vélekedett, egy erős amerikai vezető bármilyen háborút meg tud állítani. Mára pedig egyetlen esély van a békére, az pedig Donald Trump. A kormányfő bő negyedórás beszédében többször is leszögezte, Magyarország a békepártyán áll. A fórumon a magyar külügyminiszter török és bolgár kollégájával is tárgyalt. Szijjártó Péter azt mondta, Bulgária és Törökország a következő időszakban is megbízható tranzitútvonal lesz a magyar földgáz ellátás számára. Hazánk földgáz ellátásának biztonsága tekintetében mind Törökországra, mind Bulgáriára nagy szükségünk lesz. Mindkét ország megbízható tranzitországként viselkedett eddig. Szükségünk is van rájuk, hiszen Magyarország földgáz ellátásának túlnyomó többsége most már déli irányból érkezik, Oroszországból, Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül. A tárcavezető emlékeztetett rá, hogy tavaly Törökországgal és Bulgáriával is minden korábbinál nagyobb értékű kereskedelmi forgalmat bonyolított Magyarország.
Nem csitul a vihar, amit Emmanuel Macron kijelentése okozott az ukrajnai háborúval kapcsolatban. A francia elnök ugyanis nem zárta ki, hogy akár nyugati katonákat is küldjenek a harctérre. Több ország, így Magyarország is azonnal leszögezte, hogy nem támogat egy ilyen lépést. Az orosz elnök csütörtökön arra figyelmeztette a csapatok küldésén gondolkodókat, hogy egy ilyen lépés a nukleáris fegyverek használatával és a civilizáció pusztulásával járó konfliktushoz vezetne. Romos épületek, törmelékek, ameddig a szem ellát, így néznek ki Ukrajnában azok a városok, amelyeket orosz rakétatámadások értek. A harcok folyamatosak, az áldozatok száma egyre nő. Az ukrán katonák közben arra panaszkodtak, hogy több nehéz fegyverre és lőszerre lenne szükségük az ellenség visszatartásához. Az Európai Unióban sokan támogatják az ötletet, hogy a harcok folytatásához Ukrajna katonai segítséget kapjon. Emmanuel Macron francia elnök hétfőn még ennél is tovább ment, és azt mondta, nem lehet kizárni a NATO csapatok küldését Ukrajnába. Semmit sem szabad kizárni, mindent meg fogunk tenni, hogy Oroszország ne győzzön ebben a háborúban, fogalmazott a francia elnök, aki csütörtökön is kiállt nyilatkozata mellett, és azt mondta, minden egyes szava kimért, átgondolt és megfontolt volt. A nyilatkozat nagy visszhangot váltott ki világszerte. Magyarország azonnal közölte, semmilyen szín alatt nem hajlandó katonákat küldeni Ukrajnába, és ezután sem fog fegyvert szállítani a konfliktusban álló országba. És számos szövetséges állam is visszautasította a francia elnök ötletét, többek között Svédország, Spanyolország, Olaszország, a V4-es országok és Németország is. De nem mindenki határolódott el Emmanuel Macron kijelentésétől. Kiderült, Lettország nem ellenzi nyugati szárazföldi csapatok bevetését, erről a Magyar Nemzet írt. Alap felhívta a figyelmet arra, a lett védelmi minisztérium szóvivője szerint országa fontolóra venni a részvételét, ha a NATO szövetségesek megállapodnának az ügyben. Olaf Scholz kancellár csütörtökön arról beszélt, Németország nem fog csapatokat küldeni Ukrajnába, és a német nagy hatótávolságú Taurus rakétákat sem adják át, mert a szakszerű működtetéshez német legénységre lenne szükség Ukrajnában. 500 kilométeres hatótávolsága van a Taurus rakétáknak, ha rosszul használják, akkor konkrét célpontot érhet el Moszkvában is, mondta Olaf Scholz, aki szerint, amit a célra vezetés terén megtesznek a brittek és a franciák, azt egy német nem teheti meg. A kancellár ezzel arra utalt, hogy a német katonák külföldi bevetésének komoly alkotmányos korlátai vannak. A brittek már most is segítenek a harcokban, hívta fel a figyelmet a Mandiner azokra az írásokra, amik szerint a német kancellár egy elvileg titkos információról beszélt egészen nyíltan. Az orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, pontosan tudják, hogy a brittek különböző formában támogatják Ukrajnát, embereket biztosítanak és hírszerzés információkat is megosztanak. Az amerikai védelmi miniszter egy kongresszusi meghallgatáson arról beszélt, szerinte Putyin a győzelme esetén nem állna meg Ukrajna határánál. Ha Ukrajna elesik, Putyin nem fog megállni, hanem tovább halad előre, támad és elfoglalja a szomszédai szuverén területeit. Ha balti állam vagy, akkor nagyon aggódsz, hogy te leszel a következő, és ők ismerik Putyint, tudják, mire képes, és őszintén szólva, ha Ukrajna elesik, akkor tényleg úgy gondolom, hogy a NATO harcban áll majd Oroszországgal, fogalmazott a miniszter. Csütörtökön az orosz elnök ostobaságnak nevezte azokat az állításokat, amik szerint Oroszország Európa megtámadására készülne, de közben üzent azoknak is, akik harcoló alakulatokat küldenének Ukrajnába. Meg kell érteniük, hogy nekünk is vannak olyan fegyvereink, amikkel csapást mérhetünk az ő területeikre, mindez egy nukleáris fegyverek használatával és a civilizáció elpusztításával járó konfliktushoz vezethet. Hát nem értik ezt, fogalmazott az orosz elnök, aki később a Nemzetbiztonsági Tanács egyeztetésén kitért az űrbe telepített atomfegyverekre is. Közölte, nincsenek ilyen tervei, de a világűrből érkező fenyegetésekkel is komolyan kell foglalkozni. Az orosz hadvezetés szerint az elmúlt napokban erőik mind az 5 front szakaszon előre nyomultak és 3 települést is elfoglaltak. Az orosz előretörést a kijevi katonai vezetés is elismeri, szerintük a területvesztés oka az, hogy nem kapnak nyugatról elég lőszert.
Szürke füst száll föl egy lebombázott épületből Donyeck megyében. Az ukrán hatóságok közlése szerint péntekre virradóra a területet orosz légicsapás érte. Bár a helyi lakosok azt mondták, hogy csak egy robbanást lehetett hallani, a támadásban számos lakóház, valamint közintézmények és üzemek is megrongálódtak. A környéken a házak ablakai betörtek, a földet törmelék borítja. A tűzoltóknak hatalmas erőfeszítésébe telt minden tüzet eloltani, miközben az emberek egész nap dolgoztak a romok eltakarításán. Az ágyon feküdtem a férjemmel, amikor durranást hallottam. Sikítottam, ránk repültek az üvegszilánkok. Ez a második légicsapás, amit átéltem, mondta egy nő, miközben a lakásában keletkezett károkat mutatta. A moszkvai védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a héten 20-nál is több csoportos csapást mértek precíziós fegyverekkel, sorozatvetőkkel és drónokkal ukrán katonai célpontokra. Az eheti orosz hadi jelentés szerint erőik mind az 5 front szakaszon előre nyomultak. Avgyijivka környékén 3 települést foglaltak el, miközben 100-nál is több ellentámadást és egy partraszállási kísérletet vertek vissza. Moszkva továbbá azt állítja, hogy az elmúlt egy hétben Ukrajna több mint 7000 katonát veszített. Közben egy ukrán katonai egység arról adott tájékoztatást, hogy behatoltak a Donyeck megyei Krasznorivkába, az ott állomásozó orosz erők pedig menekülőre fogták. Volodymyr Zelenszkij elnök szerint a csapatoknak még mindig nincs elég lőszere az orosz támadások visszaveréséhez, de ő bízik abban, hogy ez hamarosan megváltozik. Nagyobb tüzérségünk lesz, és több fegyvert gyártunk majd a partnereinkkel. Minden találkozót és minden napot arra használunk fel, hogy javítsuk a harcosaink ütőképességét. Hálás vagyok minden partnerünknek, aki segít nekünk, mondta az ukrán elnök. Közben az orosz emberi jogi biztos bejelentette, Moszkva kész átadni Kijevnek azoknak az ukrán katonáknak a holttestét, akik január végén egy repülőgép szerencsétlenségben vesztették életüket Oroszországban. A gépen több mint 70-en utaztak. Moszkva szerint a legtöbbjük ukrán katona volt, akiket épp egy fogoly cserére szállítottak volna, amikor az ukránok egyik rakétája eltalálta a gépet. Kijev ezt nem ismeri el. Eltemették Alekszej Navalnyit, az orosz ellenzéki politikust szigorú biztonsági intézkedések mellett egy moszkvai temetőben helyezték végső nyugalomra. Sok százan gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a február közepén egy büntetőtelepen életét vesztő politikustól. A Kreml a szertartás előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy akik engedély nélküli gyülekezésen vesznek részt, azok törvényt sértenek. Több százan gyűltek össze pénteken délután Moszkvában annak a templomnak a környékén, ahol Alekszej Navalnyi búcsúztatása zajlott. A tömegből sokan nem jutottak be a szertartásra, ők az utcán várták meg a búcsúztatás végét. Azért jöttem, mert ez az egyetlen lehetőség, hogy elbúcsúzzak Alekszejtől. Csodálom a bátorságát, csodálom a kitartását, és lehet, hogy nem is fogok tudni bemenni, de legalább a szívem egy részét odaadom, mondta az egyik gyászoló. A szertartás után Navalnyi koporsóját átszállították a moszkvai Borisovszkoje temetőbe, ahol végső nyugalomra helyezték. Itt a hírek szerint több ezren is lehettek, és a tömeg többször is hangosan Navalnyi nevét és háború ellenes jelszavakat skandált. A Kreml szóvivője a temetés előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy akik engedély nélküli gyülekezésen vesznek részt, azok törvényt sértenek. Csak emlékeztetőül mondom, hogy van egy törvényünk, amit be kell tartani. Bármilyen jogosulatlan összejövetel törvénysértő, és az azon résztvevőket felelősségre fogják vonni a hatályos törvényeknek megfelelően, mondta Dmitrij Peszkov. A 48. életévében járó 19 éves börtönbüntetését töltő ellenzéki politikus halálhírét február 16-án jelentette be az Orosz Szövetségi Büntetés Végrehajtási Szolgálat. A közleményük szerint Navalnyi séta után rosszul lett és eszméletét vesztette azon a büntetőtelepen, ahol fogva tartották. Az orosz állami média szerint egy vérrög okozta a halálát. És bár a nyugati államok vezetői azonnal az orosz elnök felelősségét hangsúlyozták, az ukrán hírszerzés azt közölte, információik szerint valóban természetes ok áll a haláleset mögött. Alekszej Navalnyi az orosz elnök kitartó bírálója volt. Állítása szerint ezért Oroszországban megmérgezték, amiután Németországban gyógykezelték.
2021-ben visszatért Moszkvába, ahol letartóztatták, majd több eljárásban is elítélték. Csalás, szélsőséges csoport létrehozása és finanszírozása, nácizmus rehabilitálása és terrorizmus, valamint a bíróság megsértése címén is. Navalnyi egészsége azután romlott meg, hogy 2021-ben egy hónapig éhségsztrájkolt a börtönben. Független vizsgálatot sürget a nemzetközi közösség, hogy kiderüljön, mi történt csütörtökön Gázavárosban, amikor a humanitárius segélyeket szállító teherautókat megrohamozó palesztinok közül nagyon sokan meghaltak. A palesztin hatóságok szerint 100-nál is több áldozat van, és Izraelt vádolják azzal, hogy a tömegbe lőtt, míg a zsidó állam határozottan cáfolja ezt. A tragédia miatt azonban fogy a remény egy közeli tűzszüneti megállapodásra a Hamas és Izrael között. Tüzet gyújtottak, úgy várták a segélyszállítmány érkezését az emberek Gázavárosban. Ez az izraeli hadsereg által kijelölt úgynevezett humanitárius folyosó, ahol az élelmiszerrel, gyógyszerrel és más adományokkal megpakolt teherautók közlekedhetnek. Ide futott be csütörtökön hajnalban Egyiptomból 30 kamion olyan alapvető cikkekkel, amikből hónapok óta hiány van a gázai övezetben. A helyiek azonnal ostrom alá vették a szállítmányt. Az izraeli hadsereg által közzétett műholdképen látszik, ahogy rengetegen rohanják meg a még mozgó járműveket. Nem sokkal később a tömeg közé tűzérségi lövedékek csapódtak. Palesztin közlés szerint több mint 100-an meghaltak, rengeteg a sebesült. Az övezetet ellenőrző Hamas iszlamista terrorszervezet és a ciszjordániai palesztin hatóság az izraeli hadsereget okolja a tragédiáért. A lehető leghatározottabban elítéltük a népünk elleni szörnyű mészárlást. Információink szerint több tucatnyian kaptak golyót a fejükbe. Ez nem olyan, mintha az égbe lőttek volna, hogy megfékezzék az embereket, ha zűrzavar és káosz van. Ez szándékos gyilkolás volt, mondta a palesztin ENSZ nagykövet. Az izraeli védelmi erők nem lőttek a konvoj irányába, jelentette ki a hadsereg szóvivője. Daniel Hagari azt mondta, csak figyelmeztető lövéseket adtak le, amikor a néhány száz helyihez több ezren csatlakoztak, és úgy tűnt, eluralkodik a káosz. Hozzátette, egymást taposták az emberek, fosztogatták a kamionokat, és voltak, akik a mozgó teherautók alá estek. A szóvivő szerint a tömeg megindult a tankok felé is, a katonák ekkor lövéseket adtak le, mert veszélyben érezték magukat. Az izraeli védelmi erők nem lőttek a konvoj irányába, ismétlem, a hadsereg nem lőtt a segélyszállító járműoszlopra. A hadsereg éppen hogy segítkezett a humanitárius akcióban, biztosította a kamionok útját, hogy a segélyek elérjenek az elosztópontokra, mondta az izraeli hadsereg szóvivője. A Gázavárosban történteket sorra ítélték el az arab országok. Az Európai Unió és Kína is, és független vizsgálatot követelnek a tragédia felderítésére. Az amerikai elnök azt mondta, még vizsgálják, hogy mi történt pontosan Gázavárosban, de szerinte az incidens megnehezíti a béketárgyalásokban közvetítő szerepet vállaló Katar és Egyiptom dolgát. Joe Biden néhány napja még azt mondta, hétfőre megszülethet az átmeneti tűzszünetről szóló megállapodás Izrael és a Hamas között. Most azonban már úgy gondolja, a történtek miatt ez valószínűleg tolódik. Így kétséges, hogy a Ramadán kezdete előtt sikerül megállapodni a fegyvernyugvásban és a túszok szabadon bocsátásában. A Hamas által októberben foglyul ejtett emberek hozzátartozói egyre elkeseredettebben követelik szeretteik szabadon bocsátását. Pénteken az Egyesült Államok Tel Avivi nagykövetsége előtt kérték Washingtontól, hogy tegyen többet a még mindig fogva tartott 134 túsz kiszabadításáért. Folytatódik az elnökválasztási kampány Amerikában. Joe Biden és Donald Trump is a texasi, mexikói határon tájékozódott a helyzetről. A jelenlegi és a volt amerikai elnök egymástól több száz kilométerre tartott szemlét a bevándorlás fontos kampánytéma Amerikában. Joe Biden megválasztása óta ugyanis több mint 6 millió migráns lépte át az Egyesült Államok határát. Egyetlen amerikai elnök alatt sem volt ilyen magas még az illegális bevándorlók száma. Donald Trump azt mondta, hogy az elmúlt 3 évben a migránsok tulajdonképpen lerohanták az országot, és Joe Biden bűncselekményt követett el azzal, hogy beengedte őket. Feltorlódott bevándorlók az amerikai-mexikói határon. Mára mindennapossá vált ez a látvány, ugyanis a leginkább közép- és dél-amerikai országokból érkező migránsok milliói folyamatos nyomás alatt tartják az Egyesült Államok déli államait.
A határokon kanyargó Rio Grande folyón is sokan kelnek át, hogy aztán megpróbáljanak bejutni az észak-amerikai országba. Joe Biden hivatalba lépésekor azt ígérte, hogy változtat elődje Donald Trump kemény vonalas bevándorlás politikáján. A demokrata elnök többek között a határon húzódó fal építését is leállítatta. Azonban az intézkedései nem vezettek eredményre, sőt, egyfajta meghívó levélként szolgáltak a bevándorlók számára. 2021 óta több mint 6 millióan lépték át illegálisan az Egyesült Államok déli határát. A tömegével érkező migránsok miatt pedig pattanásig feszült a helyzet. Nem meglepő, hogy a novemberben esedékes elnökválasztás előtt a bevándorlás az egyik legfontosabb kampány témává vált. A közvéleménykutatások szerint a megkérdezettek 30%-a úgy gondolja, az illegális bevándorlás égetőbb kérdés, mint a gazdaság helyzete vagy az infláció. Csütörtökön Joe Biden elnöksége alatt mindössze másodszor a határra látogatott. Az elnök a törvényhozás republikánus tagjait és leginkább legfőbb politikai ellenfelét okolta, amiért még nem fogadta el a kongresszus az általa javasolt szigorításokat tartalmazó törvényjavaslatokat. Az Egyesült Államok szenátusának át kell gondolnia ezt a törvényjavaslatot, és azoknak a szenátoroknak, akik ellenzik, félre kell tenniük a politikai meggyőződésüket. Nem azt kell nézniük, hogy ez az intézkedés az egyik vagy a másik fél javát szolgálja-e, hanem hogy az amerikai nép hasznára válik-e, fogalmazott Joe Biden. Az elnököt Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter is elkísérte, aki ellen két héttel ezelőtt az elmozdítására irányuló úgynevezett impeachment eljárást indított az amerikai képviselőház, azzal az indokkal, hogy nem kezeli hatékonyan az amerikai-mexikói határon kialakult migrációs válságot. 150 éve ez az első eset, hogy a kabinet tagja ellen a kongresszus impeachment eljárást indított. Csütörtökön Donald Trump is Texasba ment, akit a Brownsville-től néhány száz kilométerre fekvő határvárosban, Eagle Pass-ben támogatók százai vártak. Ez a választás nagyon fontos lesz, ugyanis a határválság közvetlenül érint minket. És nem csak mi, a város polgárai akarunk változtatni, hanem az elnökünk Donald Trump is eljön, hogy támogasson minket abban, hogy jobb legyen a határhelyzet itt Eagle Pass-ben, mondta egy helyi férfi. A volt republikánus elnök Greg Abbott texasi kormányzóval a Rio Grande folyónál felhúzott kerítéshez látogatott, ahol úgy fogalmazott, a migráns bűnözés komoly gondokat okoz Amerikának. Azok között, az emberek között, akik belépnek az országunkba, vannak, akik börtönökből jönnek, és vannak, akik elmegyógyintézetekből, és vannak köztük terroristák is. Beengedik őket az országunkba, ez borzalmas, fogalmazott Donald Trump. Az állam kormányzója azt mondta, az Egyesült Államokat megtámadták, és mivel Joe Biden nem teszi a dolgát, Texas megvédi magát. Másfél nap alatt százan jutottak be illegálisan az észak-afrikai spanyol autonóm város Ceuta területére a szomszédos Marokkóból. A migránsok új módszerrel próbálkoznak, a veszélyes téli időjárással dacolva, úszva teszik meg a néhány száz méteres távolságot. A határsértők elhelyezése egyre nagyobb nehézséget okoz a hatóságoknak, ezért a város vezetése migrációs vészhelyzetet hirdetett, és a spanyol kormánytól kért segítséget. Madrid, Fehér Krisztina. Februárban több viharciklon is érintette a területet, és ezt a rossz időjárást sokan kihasználtak arra, hogy átszökjenek a spanyol területre, abban bízva, hogy ilyenkor enyhül az ellenőrzés is. Először február elején észlelték azt, hogy a viharos tengeren át több kisebb csoport úszva próbálta meg elérni Ceutát, dacolva a hullámok erejével, a víz alacsony hőmérsékletével, illetve azzal a veszéllyel, amit a sziklás tengerpart jelent ezen a részen. Már legalább 6 állig felfegyverzett embercsempész bűnbanda irányítja az illegális bevándorlókat a bosnyák-horvát határnál. Bosznia-Hercegovinában így most már nem csak a folyamatosan érkező migráns csoportok okoznak gondot, hanem azok is, amelyek el akarják hagyni az országot. Az embercsempészek ugyanis úgy próbálják az unióba juttatni a migránsokat, hogy egyszerűen áttörik a határsorompókat. Tóth Dianna jelentkezett a bosnyák-horvát határ közeléből.
most már meg sem próbálják elkerülni a hatóságokat, hanem helyette kiszemelnek egy kevésbé forgalmas, kisebb közúti határátkelőt, ahol nagy sebességgel és lassítás nélkül hajtanak keresztül, feltörve a sorompókat és az egyéb akadályokat is. Ezek a mutatványok egyébként már önmagukban is igen veszélyesek, nem beszélve arról, hogy az ilyen járművek a legtöbb esetben migránsokkal telezsúfolva közlekednek. Mostantól szigorú pszichológiai alkalmassági vizsgálathoz kötik a gyermekvédelmi intézmény vezető kinevezését és foglalkoztatását, jelentette be a belügyminisztérium államtitkára. Rétvári Bence kiemelte teljes körű vezetési, személyi kompetenciákat, valamint szexuális devianciákat és függőségeket is vizsgálnak, már a jelenlegi intézmény vezetők esetében is. A rendelet tegnap jelent meg a Magyar Közlönyben és ma hatályba is lépett. Itt az első szigorítás, pszichológiai alkalmassági vizsgálat jön a gyermekotthonok vezetőinél. Ezt jelentette be a belügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtök este a közösségi oldalán. Rétvári Bence még azelőtt részletezte a gyermekek védelmében hozott rendelet kitételeit, hogy az megjelent volna a Magyar Közlönyben. Az államtitkár azt írta, a jogszabály megjelenése után azonnal hatályba lép, hogy a vizsgálatok minél előbb megkezdődhessenek. A kormány szerdai ülésén döntött a gyermekvédelmi intézmények igazgatóit és helyetteseiket érintő szigorításról. Ez alapján a foglalkoztatás feltétele pszichológiai alkalmassági vizsgálat lesz. A mentális állapot felmérés mostantól a vezetési és személyiségi kompetenciák, az indulat és stresszkezelés, a terhelhetőség és a felelősség tudat elemzése mellett kiterjed majd a kóros függőségek és az öngyilkosságra való hajlam vizsgálatára is. A szigorítás egyik legfontosabb kitételeként pedig a gyermekvédelmi intézmények vezetőinél és helyetteseiknél minden esetben vizsgálják majd a szexuális devianciákat. A rendelet csütörtök este jelent meg a Magyar Közlönyben. A szövegben az is szerepel, hogy a vizsgálatokat nem csak az új kinevezések, hanem a jelenlegi intézményvezetők esetében is elrendelik, és két évente ellenőrzik majd. A további tervezett módosításokról Rétvári Bence a közösségi oldalon azt írta, szigorodnak a pedofil bűncselekményre vonatkozó büntetési tételek is annak érdekében, hogy a gyermekeknek soha többé sehol ne essen bántódásuk, és ne ismétlődhessenek meg az olyan döntések, mint amilyet a 2010 előtti fővárosi önkormányzat hozott a Bicskei Gyermekotthon korábbi vezetőjének ügyében. Amikor a fővárosi önkormányzat 2010 előtt ezt az embert kinevezte, akkor ők pontosan tudták, hogy homoszexuális. A Demszki féle városvezetés több alkalommal úgy nevezte ki az igazgatót a gyermekvédelmi intézmény élére, hogy tudhattak a férfi szexuális aberrációiról. Erről beszélt csütörtökön az építési és közlekedési miniszter is. Lázár János újságírói kérdésre leszögezte, arról szerinte vitát kellene folytatni, hogy a jövőben homoszexuális ember vezethet egy gyermekvédelmi intézményt. Abban viszont egyet kell érteni, hogy a pedofiloknak nincs kegyelem, és nem lehet őket szabad lábra helyezni sem. Személyes véleményem, hogy Vásárhelyi Jánosnak a börtönben kellene megrohadnia, és minden pedofilnak. Ugye én vagyok azon kevesek közé tartozó, akik halálbüntetés pártján voltam és vagyok. Ez egy olyan ügy, amikor a nagyon szigorú és súlyos büntetések kérdése éppenséggel fölmerülhet. Ugye nem tudok anélkül szó nélkül elmenni, hogy 25 évet kaphatott volna Vásárhelyi János, és 10-et kapott. Érdemes volna, hogyha nem csak engem kérdezne meg, hanem a bírót is megkérdezné. Mint ahogy az is nagyon bánt és dühít, hogy Kónya Endre, akinek szintén a börtönben és nem presbitériumban volna a helye, szintén a börtönben volna a helye, az pedig házi őrizetbe került viszonylag hamar. Ezt én komoly problémának gondolom. És ezeknek a problémáknak az orvoslása jogalkotással a jövőre nézve megoldható, a múltra nézve viszont nem. Lázár János kiemelte, a kormány azon dolgozik, hogy földerítsen minden hasonló ügyet, és hogy a gyermekekkel szembeni bűncselekményt elkövetőket a jövőben a lehető legszigorúbban büntessék a törvények. Pert indít Áder János húga, Gyérémet Erzsébet és Dobrev Klára a Demokratikus Koalíció politikusai ellen a Bicskei Gyermekotthonban történtek kapcsán tette az őt ért hazug kijelentések miatt. Erről a volt köztársasági elnök beszélt a Kossuth Rádióban. Áder János azt mondta, 2011-ben az akkor főosztályvezető húga felmentette a munkavégzés alól a Bicskei Gyermekotthon igazgatóját, fegyelmi eljárást indított és büntető feljelentést tett, amelynek nyomán 11 hónapig nyomoztak, ezért hazugság az, hogy ne tett volna semmit.
A volt köztársasági elnök arról is beszélt, hogy a kegyelmi döntés folyamatában az igazságügyminiszteren és az államfőn kívül senki sem szólhat bele. Egy fiatal ember közúti balesetet okozott. Nem a látási és az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette az autóját. Meghalt a balesetben valaki. Áder János a Kossuth Rádióban sorolta azokat a példákat, amelyek államfői hivatala alatt kegyelmi kérvényként a Sándor palotához érkeztek. A volt köztársasági elnök arról beszélt, az ilyen ügyeknél az államfő nem az ítéletet írja felül, és nem azt mérlegeli, hogy a kérvényt benyújtó bűnöse. A döntés arról szól, hogy emberi szempontok alapján az elkövető jogosult-e kegyelemre vagy sem. A bíróság 2 év börtönre ítélte ezt a fiatalembert. Nem is annyira a börtöntől félt, hanem a lelkiismerete nem tudott megnyugodni. Újabb és újabb öngyilkosságot kísérelt meg. És az utolsó öngyilkossági kísérletnél meg nem halt ugyan, de olyan súlyosan sérült, hogy az egyik karját válból, a másik karját pedig alkar részen kellett amputálni. Világos volt, hogy a börtönbe ő csak a rabkórházba kerülhet, tehát a hagyományos börtön körülmények között őt nem tudják ellátni. És akkor a kegyelmi ügynek az volt a tárgya, hogy rabkórházba töltse a büntetését, vagy hazamehet. És a család, aki vállalta a gondozását, a család gondjaira bízzuk. Én azt gondolom, hogy ez az ember jobban megbüntette magát, mint ahogy a bíró őt megbüntette. A családi, az egészségügyi és a szociális körülményeket a bíróság nem mérlegelheti. A köztársasági elnök viszont igen, ez a kegyelmi jogkör célja, fogalmazott Áder János. Az egykori államfő szerint 1990 óta a mindenkori köztársasági elnöknek több tízezer kérvényt kellett megvizsgálnia. Ez idő alatt az államfők minden esetben ugyanazt az eljárást folytatták le, vagyis a kegyelmi döntések kizárólag az igazságügyi miniszterre és az államfőre tartoztak. Ez egy kétszereplős eljárás. Mondhatom azt is, népiesen szólva, hogy harmadik szereplőnek nem osztottak lapot. Az egyik szereplő az igazságügyminiszter, a másik szereplő a köztársasági elnök, és mindkettejüknek a szakmai csapata. Tehát harmadik szereplőnek, sem másik kormánytagnak, másik miniszternek, sem a miniszterelnöknek, sem külső személynek itt nem osztottak lapot. Áder János hozzátette, bár 10 év alatt összesen 119 kegyelmi kérvényt bírált el pozitívan, csak neki összesen több mint 6000 ügyről kellett döntenie. A kormány vagy a pártfrakciók tagjai azonban egyszer sem avatkoztak bele a döntésbe. Tudták, hogy ez a köztársasági elnöknek ebben az esetben az én döntésem, egy teljesen világos, alkotmányos jogkör, és nincs ebbe senkinek se beleszólása. A korábbi államfő az interjúban a bicskei gyermekotthonban történtek kapcsán arról is beszélt, Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára és a szintén DK-s G. Németh Erzsébet is hazug kijelentéseket tett testvére, a korábbi Emberi Erőforrások Minisztériumának gyermek- és ifjúságvédelmi főosztályát vezető Pölöskei Gáborné-ról, ami miatt mindkettejük ellen pert indítanak. A húgom és a stábja, tehát egy főosztályt vezetett, felmentette az igazgatót a munkavégzés alól, fegyelmi eljárást indított, és büntető feljelentést tett. 11 hónapig nyomoztak ebben az ügyben. Erre azt mondani, hogy nem tett semmit, hát majd a bíróság eldönti, hogy ez megfelel a valóságnak. Áder János kiemelte, Dobrev Klárának és G. Németh Erzsébetnek rágalmazás és személyiségi jog megsértése miatt kell majd felelnie a bíróságon. Újra emelkedett az egészségügyi szakdolgozók fizetése, ezúttal átlagosan 20%-kal. Az alapbérük így 2010-hez képest több mint négyszeresére nőtt. A szakdolgozói béremelési programra az idén 200 milliárd forintot költ az állam. Mintha csak a saját családtagjait ápolná, olyan figyelmes a betegekkel ez a fiatal ápoló. Suha Petra 8 éve dolgozik az Egri Markot Ferenc kórházban. Azt mondta, nem véletlen, hogy ez élete első munkahelye. Nagyanyám itt feküdt a 13-as kórterembe, akkor kapott sztómát, és akkor tetszett meg nagyon, amit a lányok csináltak. Láttam, hogy mentek, sürögtek, mozogtak állandóan, és nagyon megtetszett. Hivatásként tekint munkájára ez a budapesti ápoló is, ő már több mint 30 éve van a szakmában. Azt mondta, már 12 éves kora óta tudta, hogy embereken szeretne segíteni. Most is ezt tartja a legfontosabbnak a szakmájában.
beteg emberekkel való kapcsolatteremtés, és az ő rajtuk való segítés, ez legyen akármilyen beosztásra, éppen az embernek a pályafutása alatt, vagy a pályája alatt, akár kezdőápolóként, akár majd vezetőápolóként is fontos a segítés, a segíteni akarás, a segítő szándék. Az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetnek jelenleg csak nem 1400 szakdolgozója van, mások mellett ők is emelt fizetést vihetnek haza mostantól, átlagosan 20%-kal nőtt az alapérük. A legkiválóbb orvosok sem tudnának segíteni betegeiken szakdolgozók nélkül. Tehát tisztelet a szakdolgozóknak, mert ők az egészségügy szíve és lelke. Tisztelet az ápolóknak, tisztelet az asszisztenseknek. A kormány béremelési programjának köszönhetően a szakápolók alapbére csak nem a négyszeresére emelkedett az elmúlt 14 évben. Még 2010-ben egy teljes munkaidőben dolgozó egészségügyi szakdolgozó átlagos havi fizetése csak nem 171 ezer forint volt, addig mostantól ez meghaladhatja a 800 ezer forintot. Az elmúlt egy évben két lépcsőben emelték a béreket, tavaly júliusban és idén márciusban. Mostanra így a szakápolók alapbére elérte az orvosbérek 37%-át. Az egészségügyi államtitkár azt mondta, ez a béremelési program is bizonyítja a kormány elkötelezettségét és értékrendjét. Amikor a magyar gazdaság állapota lehetővé teszi, akkor rögtön azoknak a fizetését emeljük a közszférában, akik a leginkább elesetteket gondozzák, vagy a gyermekeinket nevelik, így 2010 után is először a szakdolgozók és a pedagógusok bérét emelte a kormány, és most, hogy a háború okozta nehéz gazdasági helyzetből már kifele jön a magyar gazdaság, először újra a pedagógusok és a szakdolgozók bérét rendezzük. A béremelés fedezetét a házi orvosok, a gyermekorvosok és az alapellátási fogorvosi szolgálatok is megkapják, ők praxis támogatásként. Mától egy hónapon keresztül bárki évfordulótól függetlenül felmondhatja lakásbiztosítási szerződését. A piac élénkítését célzó kampány alatt a biztosító társaságok extra ajánlatokkal próbálnak új ügyfeleket szerezni. A Nemzetgazdasági Minisztérium azt javasolja, hogy akinek nincsen lakásbiztosítása, az kössön, akinek pedig van, az nézze meg, hogy nem talál-e jobbat. Tűz ütött ki egy 10 emeletes társasházban két hete Kaposváron. A lángok dél körül csaptak fel az egyik 5. emeleti lakásban, ami szinte teljesen kiégett. A tűz tovább terjedését a katasztrófavédőknek sikerült megakadályozniuk, de a füst, a korom és az oltó víz több a tűzben közvetlenül nem érintett lakásban is kárt okozott. Ebben a 6. emeleti lakásban például 1,5 milliós a kár. Mivel biztosítás nincs, a tulajdonos a lakóközösségtől reméli a kártérítést. Sajnos nekem saját biztosításom nem volt, csak a társaság biztosítására számíthatok. A kárszakértő már volt kint, felvette a kárigényt. Akiknek eddig nem volt biztosítási védelmük, vagy ha volt is, az nem nyújtott kellő fedezetet, netán túl drága volt, azok március 1-től az eddigieknél kedvező feltételek mellett köthetnek lakásbiztosítást. A kormány döntése értelmében ugyanis a most indult és egy hónapig tartó lakásbiztosítási kampány alatt bárki évfordulótól függetlenül felmondhatja meglévő biztosítását. A szolgáltatóknak így a régi és az új ügyfelekért is meg kell küzdeniük. A célunk az volt, hogy a biztosítók versenyezzenek egymással, de ne csak ártekintetében versenyezzenek egymással, versenyezzenek a szolgáltatások szintjén is, a biztosítási szerződések tartalmában is. Az egy hónapos lakásbiztosítási kampányra a szolgáltatók is készültek. Korábban soha nem volt lehetőségük ilyen rövid idő alatt jelentős számú új ügyfelet szerezni. Az a cél, hogy minél szélesebb körül legyen a verseny, minél jobb a termékek köre, és hát ennek megfelelően a versenynek köszönhetően talán a díjakra is hatással lesz az egész kampány. A pénzügyi ágazat, így a biztosítási piac felügyeletét is ellátó Magyar Nemzeti Bank azt tanácsolja, hogy ha valakinek nincs lakásbiztosítása, akkor kössön, ha pedig van, vizsgálja felül. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi navigátor fogyasztóvédelmi oldala, mint lehetőség ott van az ügyfelek számára. A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás kalkulátort is javaslom megnézni. A kampány egy hónapja alatt bárki 30 napra felmondhatja meglévő lakásbiztosítását. A felmondást írásban vagy a korábban rögzített módon kell eljuttatni a biztosítóhoz. A szerződés megszűnéséig járó díjat mindenképpen ki kell fizetni.
Ha valaki hűségidőt vállalt, vagy több szerződés miatt árengedményt kapott, a felmondással elveszítheti a kedvezményét. A Nemzetgazdasági Minisztérium ezért azt tanácsolja, hogy felmondás előtt mindenki alaposan tanulmányozza a meglévő szerződését. Ismét óriási rekordot döntött tavaly a magyar export teljesítmény, miközben a külkereskedelmi mérleg is nagy nyereséggel zárt, ezt mondta Szijjártó Péter a KSH reggeli adatai alapján. A külügyminiszter hozzátette, az Ukrajnában zajló háború, a szankciók, az amiatt kialakult háborús infláció az egész világon éreztette a hatását, ezért a jó teljesítmény a magyarok közös sikere. Egyetlen esztendő leforgás alatt ledolgoztuk azt a veszteséget, amit 2022-ben a külkereskedelmünkben az okozott, hogy az energiaárak az egekbe emelkedtek, és a magyar behozatalban, a magyar importban ugye az energiahordozók fő szerepet játszanak. Ez az adat, tehát az exportrekord és a külkereskedelmi nyereség rekordja egyértelműen a magyar emberek munkáját dicséri, a Magyarországon beruházó vállalatok beruházási döntéseit és működését dicséri. Magyarország azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy legalább májusig hosszabbítsák meg a magyar egyetemi hallgatók, oktatók és kutatók számára az Erasmus program jelentkezési határidejét. Ezt közölte a felsőoktatásért felelős államtitkár az oktatási miniszterek brüsszeli ülése után. Hankó Balázs azt mondta, az egyeztetéseken nyitottságot tapasztalt a jelentkezési határidő meghosszabbítására. Magyarország a részletes javaslatát, amiben a személyi összeférhetetlenségre, az úgynevezett kinevezési periódus idejére, valamint a lehűlési időre vonatkozóan javaslatát megtéve a részletes jogszabálytervezet módosítást is eljutott a bizottságnak közel 4 hónappal ezelőtt, és erre részletes érdemi választ azóta sem kaptunk. A Jobbik a szexuális bűncselekményért elítélt emberek nyilvános adatbázisának létrehozását kezdeményezi. Gyöngyösi Márton azt mondta, hasonló rendszer működik már az Egyesült Államokban és Lengyelországban is, és szerinte a társadalom védelme előrébb való, mint a bűnözők személyiségi jogai. Óriási társadalmi igény van arra, hogy a szexuális jellegű bűncselekmények elkövetőinek az adatait a társadalom szabadon megismerhesse és hozzáférhessen a bűnelkövetőknek az adataihoz, megismerhessék a bűnelkövetőknek a személy azonosságát. Az LMP figyelő szolgálatot indít azért, hogy az ipari hulladékok ne lepjék el a települések környékét. Smuk Erzsébet arról beszélt, az energiatárolásra alkalmas készülékeket gyártó üzemekben sok selejtes termék keletkezik, és a szolgálattal azt akarják megelőzni, hogy a hulladékok megjelenjenek a települések környékén. Minden hazáját szerető magyar polgárt arra kérünk, hogy figyeljen környezetére, és ha bárhol a településén vagy a közelében észrevesz akkuipari hulladékot, akkor azt jelezze az akkuhulladék figyelő rendszerben. A pénzért cserébe Sorosék a politikai irányvonalat is megszabták, erről írta Mandiner a közelmúltban az Action for Democracy nevű szervezet működését bemutató videók alapján. A megafonos Philip Dávid pedig arra hívta fel a figyelmet, leleplezték a baloldal számára amerikai pénzgyűjtő szervezet egyik hazugságát, korábban ugyanis állították, nem támogatnak pártokat, egy belső hírlevelükben ugyanakkor azt írják, együtt dolgoztak az ellenzékkel, hogy az eddigi legszorosabb eredményt érjék el, amióta Orbán Viktor kormányoz. Összeállítottunk egy prioritási listát, cselekvési terveket és programokat. Részletesen taglalja Korányi Dávid, az amerikai Action for Democracy magyar elnöke egy újabb kiszivárgott videón, hogy milyen elvárások alapján készítik elő a különböző országokban végrehajtott politikai befolyásgyakorlási akciókat. Például a pénzeknek egy meghatározott része a venezuelai mozgalomra van előirányozva, egy másik szelete pedig a lengyel civil társadalmi támogatásokra. Tehát minden eléggé konkretizált, sorolja Korányi Dávid. Sorosék a pénzért cserébe a politikai irányvonalat is megszabták, ezt pedig már a Mandiner írta az újabb kiszivárgott videóra reagálva. A lap rávilágít, még azt is a fő adományozók határozzák meg, hogy éppen melyik ország belpolitikai folyamataiba avatkozzanak be.
Emlékeztetnek, hogy a korábban kiszivárgott videókból már az is kiderült, az Action for Democracy anyagi támogatása mögött valójában Soros György áll. Tehát lényegében az ő döntése, hogy mikor melyik szuverén állam belügyeibe avatkozzon be a szervezet. Korányi Dávid a most nyilvánosságra került felvételen saját maga mondja el, hogy milyen feltételek szerint, milyen politikai célokra és mennyi pénzt juttat el a szervezet egy adott, kijelölt országba. Pedig 2022-ben a baloldal tiltott pártfinanszírozásának lelepleződése után még a balliberális Telex kérdéseire is tagadta Karácsony Gergely korábbi főtanácsadója, hogy a pénzt politikai célokra használták volna fel. Sőt, az Action for Democracy elnöke egyenesen kijelentette, ez nem pártpolitikai vagy kampánytámogatás. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. Pedig a baloldali pártok mégis politikai céljaikra és kampányukra költötték az Amerikából az Action for Democracy-n keresztül érkezett dollármilliókat. Márki-Zay Péter akkori elszólásával a teljes összellenzéket magával rántotta. Kiderült, összesen több mint 4 milliárd forint érkezett külföldről a baloldalhoz. Kezemben a bizonyíték, hivatalos e-mail az Action for Democracy-tól, Korányi Dávid szervezetétől, amelyben leírják, idézem, az Action for Democracy az ellenzéki párttal dolgozott együtt, hogy az egyik legszorosabb választási eredményt szállítsa, amióta Orbán hatalomra került. A Kopasz Oszt közösségi oldalára töltötte fel ezt a videót. A megafonos Filip Dávid leplezte le az Action for Democracy hazugságát. A véleménybeszél arra az ellentmondásra mutatott rá, hogy míg a dollárbaloldalt támogató szervezet hivatalos honlapján azt írja, pártokat, pártpolitikai kampányokat soha nem támogattunk, sem Magyarországon, sem Lengyelországban, sem másutt. Addig a szervezet hírlevelében már feketén-fehéren leszögezi. Az Action for Democracy a baloldali pártokkal dolgozott együtt a szoros parlamenti választási eredmények érdekében. Szóval jól lebuktatták saját magukat. Ezt pedig már korábban a szervezet kuratóriumi tagja Wesley Clark is bevallotta. A korábban kiszivárgott videón ugyanis azt mondta, Görögországban, Olaszországban és, idézzük, persze Magyarországon is megpróbáltak beavatkozni a választási eredményekbe. Több mint 40-en meghaltak Banglades fővárosában, ahol kigyulladt egy üzletház. A tűz egy étteremben csapott fel, majd átterjedt az épület többi szintjére is. A tűzoltóknak 75 ember sikerült kimenekíteniük, de sokan közülük súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A tűzokát még vizsgálják, de a jelek szerint gázszivárgás okozhatta a tragédiát. Sírva öleli fiát egy aggódó asszony, gyermeke éppen jutott ki az égő épületből. Dakka egyik bevásárlóközpontjában csütörtök este csaptak fel a lángok. A tűz egy étteremben keletkezett, majd gyorsan átterjedt a 7 emeletes ingatlan többi szintjére is. Amikor kitört a tűz, betörtek az üvegek, két kollégánk mindenkit kihozott, de később mindketten meghaltak. Én kimentem a konyhába, betörtem egy ablakot és leugrottam, hogy megmeneküljek. Idézte fel a történteket az egyik túlélő, aki csak hajszál híján menekült meg. A tűzoltók 2 óra alatt megfékezték a lángokat, de a munkájukat nehezítette az áruház előtt összegyűlt hatalmas tömeg. Az emberek kétségbe esetten várták, hogy viszont láthassák bentreket szeretteiket. Az üzletházból, amely többnyire éttermeknek, valamint több ruházat és mobiltelefonüzletnek adott otthont, 75 ember tudtak kimenekíteni. Sokan közülük eszméletlen állapotban voltak. A szerencsétlenségnek több tucat halálos áldozata van. Néhányan akkor vesztették életüket, amikor kiugrottak az épületből. A halottak száma tovább nőhet, mert sokan súlyos égési sérülésekkel, válságos állapotban kerültek kórházba. Rendőrök őrzik a teljesen kiégett plázát a tragédia másnapján. A szakemberek a tűz okát vizsgálják. A bangladesi tűzoltóság azt feltételezi, gázszivárgás vagy kályhából kipattant szikra miatt keletkezett a tűz. Az épület veszélyesnek számított, mert minden emeleten, még a lépcsőházakban is gázpalackok voltak. A sűrűn lakott Dakkában gyakoriak a tűzesetek, többnyire szivárgó gáztartályok, légkondicionálók és hibás vezetékek okozzák a bajt. Banglades fővárosában ugyanis az utóbbi években gombamód elszaporodtak az új épületek, amelyeket többnyire úgy húztak fel, hogy figyelmen kívül hagyták a biztonsági előírásokat.
17 ember megsérült az északnyugat Lengyelország és Csecsénben, amikor egy autó a gyalogosok közé hajtott egy zebrán. A sérültek között több gyermek is van. Szemtanúk szerint a jármű először belehajtott a tömegbe, majd három autóval is összeütközött. A sofőr ezután elmenekült a helyszínről. A gyanúsítottat egy 33 éves férfit a rendőrség azóta elfogta. A hatóságok szerint a lengyel állampolgárságú sofőr jóval gyorsabban hajtott a megengedettnél, de azt még vizsgálják, hogy drog vagy alkohol befolyása alatt állt-e. Azt viszont a rendőrség már most kizárta, hogy terrortámadás történt volna. Itthon a jövő héten tartják az idei közétkeztetési szakácsverseny döntőjét. 12 csapat készítheti el a háromfogásos húsmentes menüt, aminek kötelező hozzávalója tojás, a rögös túró, a cékla, valamint a jonatán alma. A verseny célja az, hogy reális költségek mellett tudják javítani a közétkeztetésben elérhető ételek színvonalát. Amit jelenleg készítünk, ez a koralávé leves alapja, alma, koralávé, citromfű. Különleges hozzávalókból készül ez a leves. A csapattagok a közétkeztetési szakácsverseny döntőjére készülnek. Idén kötelező alapanyagként jelölték meg a szervezők a tojást, a rögös túrót, a céklát és a jonatán almát. Az összetevőket pedig csak hazai forrásokból szerezhetik be a versenyzők. Nekünk személy szerint ez egy folyamatos fejlődés, tehát ez mindenképpen. Nagyon sok kollégával találkozunk ilyenkor a versenyen, ugye mi is, nekünk is ez egy a hétköznapokból egy kicsit kibillent minket, és mással tudunk foglalkozni, kipróbáljuk magunkat, látjuk a trendeket. Kisültek a céklás fekete ribizlis piskóták, ezekre egy citrusos fehér csokoládékrém is kerül majd. Idén már 29 csapat nevezett a versenyre, közülük 12-en készíthetik el a háromfogásos húsmentes menüt a döntőben, aminek a nettó nyersanyagköltsége adagonként 850 forint lehet. Idén a versenymenüket a közönség is megkóstolhatja majd, így ebben az évben közönségdíjat is átvehetnek a csapatok. Vannak olyan csapatok, akik visszatérnek évek óta, nagyon-nagyon komoly fejlődés van a munkájukban is, és hiszem, hogy ha valaki egy versenyen szép munkát tesz le, az kötelezi őt a mindennapokban is, hogy ezt megmutassa az embereknek. A verseny célja az, hogy javítani tudják a közétkeztetésben szereplő ételek minőségét és színvonalát. Elsősorban szeretnénk a közétkeztetés vagy a menza társadalmi megbecsültségére a figyelmet fordítatni. A további célja a résztvevők és a figyelemmel kísérők fejlesztése. Szeretnénk, ha látnák, merre megy a trend, merre mennek az új technológiák, és ezzel adnánk támogatást. A döntőt jövő héten rendezik meg a Hung Expo területén. Megérkezett az Eszterházy János mártír politikus életéről szóló vándorkiállítás a Torockói Dunaházba. Eszterházy a pozsonyi parlament képviselői közül egyedüliként utasította el nyíltan a szlovákiai zsidóság deportálására vonatkozó törvényt. Kereszténysége és magyarsága miatt is üldözték, kényszermunkatáborba, majd a kommunisták börtöneibe került, rabságban is halt meg. Munkásságának feltárása után 2019-ben Krakkóban elkezdődött a boldogávatási eljárása. A vándorkiállítás megnyitóján Baucsek Csaba történész azt hangsúlyozta, hogy Eszterházy János olyan keresztény értékeket képviselt, amikre korunk világának is nagy szüksége lenne. Életében nagyon fontos szerepet játszott a hit, erkölcs és a hazaszeretet, és a napjainkban ezek az értékek nagyon fontosak, mivel egy olyan világban élünk, ahol az értékek kezdenek elhalványulni, és egy érték nélküli világ alakul ki körülöttünk, és Eszterházy János élete tevékenység egy támpontot adhat számunkra és közösségeink számára, hogy hogyan lehet felépíteni egy helyi közösséget és egy egész nemzetet. A híradót látták este 7:30-tól, további hírekért kattintsanak bátran weboldalunkra, híradó.hu-ra. A folytatásban már sport, de Decsik Ferenc várja neked.